Hölgyek, urak! Jó étvágyat kívánok majd a vasárnapi ebédhez, mert ezt a legtöbben vasárnap ebéd előtt szokták nézni. Mise helyett. Bár ez egy mise, csak mi nem olvasgattunk annyit föl a Bibliából, már most én ígérem, hogy azért szent könyvekből fogok fölolvasni. De nem az a lényeg, hogy te halljál a szent könyvből egy idézetet, hanem azt, hogy értsed. Ez nagyon fontos. A hívők nálunk inkább tudók. És szeretnék nektek mesélni arról, hogy a világegyetem lényege az már megvan nagyon régen az emberiségnek. Én már az ezelőtt több ezer éves óegyiptomi civilizációnál is megtaláltam az időszerkezetét, a működését, a Mezopotámiában megtaláltam az időforrást, ami teljesen hiányzik a mai fizikánkból, megtaláltam ilyen ógörög épületeken, meg Krétán, meg olyan helyeken, ami már nagyon régen épült, tehát még a Knossoszi palota, vagy ezek, olyan helyeken találtam meg, ahorra nem lehet azt mondani, hogy hát ez persze, mert oda írták meg fel. Nem, komám, hanem ez már bizony annyi ezer éves. És ha ott van az időforrás, vagy mint ilyen, mint elmentél biztos, voltatok Velencében? A Dozse palotát, az biztos, Palazzo Ducale, az olaszok úgy hívják. A Dozse palotát azt minden bizonnyal mindenki látta, a Szent Márk székesegyház, San Marco székesegyház mellett közvetlenül. Voltam is benne, egy ilyen kis öreg templom, nagyon kedves, kis székesegyház. Ott közvetlenül az orologio alatt, mert van ott egy ilyen orologio, egy ilyen óra, ami ilyen kalapáccsal üti a harangot, egy ilyen szobor, és azzal jelzi az időt. Tehát az a lényeg, hogy ott is megvan, hiszen azzal van díszítve az egész palota. Ha valaki ezt nézegeti, csinos, szép, rendben van, persze, nagyon jó, csak egy nagy baj van, a lényeget, az egyetlen egy művészettörténész, vagy egyetlen egy ilyen idegenvezető sem mondta el, bár lehet, hogy újabban engem hallgatnak és elmondják, mert hogy igen, sok idegenvezető volt, és aki már elmondta, volt ilyen idegenvezetőnk Pécsett, aki vezetett a pécsi zsinagógában, és németeket éppen vezetett a pécsi zsinagógában, és akkor előrohantott a rabbi, mert ő mesélte, hogy a Samesz gyertya, miért van a gyertyatartón, és hogy nem csak úgy meg kell gyújtani sorba, hanem annak van egy meggyújtási sorrendje. Hát persze, mert mit őriz ez a hatágú, meg nyolcágú gyertyatartó, a Samesz gyertyájával külön. Ugye a Samesz gyertya az a segédgyertya, amiről a tüzet el kell indítani, ez egy külső forrás, és utána oldalt ugrik, átlót ugrik, így működik a fénykvantum. Amikor ezt a gyújtogatást csinálod, ugye, akkor nem mindegy, hogy milyen sorrendben gyújtod be, mert ezzel igazából egy szentséget őrzöl, hogy működik a fény. A fény működik, tessék elképzelni, hogy működik. Nem hullámzik a fény, működik. Ami teljesen irracionális. Mi az, hogy működik egy fény? Hát a fény az van, aztán jó van. Tényleg? Itt leharcoltak engem, ugye a Irkának be leharcolt, egy új ember elmagyarázta nekem, hogy mi a fény, mert én buta vagyok, és nem tudom. Na most az a helyzet, hogy nem jött rá, hogy igazából ott én részletevés elmondom a fény működését, hogy miért hullámzik évmilliárdokon keresztül az univerzumon át úgy, hogy még mindig hullámzik, és nem fogy el, és az energiája nem csökken. Hát miért nem? Hát azért nem csökken, mert egy időhurok, és ez állandóan saját magát kelti. Na ez van az Uroborosz, az unitárius egyháznak a címerébe, úgy van, ez van benne. A farkába harapó kígyó, és alatta egy galamb, persze. Benne van a visszacsatolás, meg az, hogy repül. De egy négyágú címer van körülötte. Nem, a korona az ötágú, de alatta az a címer, az mintha négyágú. Persze, mert az a fényről az szól, már ami a teremtőben van elhelyezve. Igen. Ugye, a teremtőben létezik a Szentlélek.
És ezért a teremtő az nem azonos, mert a teremtő mindent, ő teremtett. Jó, ez így nagyon aranyos, mindig az, csak egy nagy baj van, hogy működik szépen sorba. Tehát először van a teremtő, akkor még nincsen semmi. A Biblia elején ott van erre utalás, a legelső hasáb, ott van a Mózes első könyvének az első hasábja, ott van, és ebben ott van, hogy keletkezik a fény, hogy legelőször a fény keletkezik, s lőn világosság, ugye, és akkor az Úr látta, hogy ez jó. A jó, az még, már beszéltünk róla, a jó az jobbot is jelent. Nem véletlenül van a jobb szavunk, ugye, mert ez jobbot is jelent. Tessék majd utána nézni a kínai szótárban, ha azt mondod valaki kínai, hogy jó, az azt jelenti, hogy jobb. Persze, mi közünk nekünk a kínaiak, az hát barra messzire, 6000 kilométer, már hol vannak, minek nekünk ez a műböbö. Hát lehet ilyen hülyeséget összehordani, de a kínaiak azt mondják, hogy a kínai nagyfalat azt éppen mi ellenünk építették. Ugye, azért, hogy ne tudjuk Kínát elfoglalni, azért építették a kínai császárok, de azok már elszakadtak a mi eredeti rendszerünkből, ugye, mert a Mao Tung az egy hun volt, az első kínai császár. Nagyon érdekes például, azt magyarázzák ezek a kínai, meg a japán császár is, hogy ő a napnak a leszármazottja. Tehát ő a naptól származik. Na hát ilyet, hát a nap az nem egy férfi, vagy nem egy nő. Annak ellenére, hogy csak te, figyeljünk csak egy picit. Mert csavarodik. Napba öltözött asszony. Uh-huh. Hol van az a, az megvan a Bibliában. Nagy napba boldog. Öltözött asszony, ugye? Az azt jelenti, ugye, hogy a valamki, egy nő magára vette a napot, mint ruhát, mert napba öltözött. Na hát oda minden bizonnyal nem egy néni öltözött ruhába, ezt kellene már végig gondolni. Ez jelzés arra, hogy fiam, gondolkodjál már, hát a 1 millió fokot nem fogja egy biológiai nő, akár milyen szép, meg aranyos, meg gyönyörű, meg ilyen gyönyörű ciciei vannak, meg popsia, meg mindene van, amit csak kell, de bocsánatot kérek, az nem bírja ki ezt a kiképzést, hogy a nap belsejébe kavarjon. Tehát a napba öltözött az valami mást jelent, nagyon fontosat jelent, nagyon fontosat, hogy a napba lévő fény szerán, az egy térkvantum, és ez a térkvantum, erről nincsen sok információ, de majd mindjárt beszélünk róla, és erről csak alig-alig vannak információk, mert ezt kigyamlálták, ahol csak lehetett mindenhol, hogy nehogy megértsük. Azok, akik nem értik, azt csinálják, hogy azt kell kinyírni, aki érti. Mert hogyha ő nem érti, az rendben van, de ő van hatalmon. És akkor a hatalommal ugyan nem tud mit kezdeni, mert piszokul nem ért hozzá, mert lükebóka nem ért a hatalomhoz, de nagyon agresszív is, nagyon mondja, mindenkit lemészárolunk, mindenkit megölünk. Igen, aztán kifogy alól a ló. És akkor húzzák a lovat a másik utcába, mert annak egyszerű leírni a nevét. Mert írni meg aztán nem sokat tudnak, ugye. És akkor lesz ilyen pályaével, meg mit tudom, szóval ilyen furcsaságokat leírkálnak. Igen, igen, sok ilyet láttam, a hülyét is jével. Tehát az van, hogy tanulni azt nem nagyon akart, de ő jobban van, és erősebben, és ő a nagyon-nagyon. Hát jó van, gyerekek. Ezek mind elmennek a lecsóba, meg az okosak is. Tudjátok, az van, hogy amikor sakkozunk, akkor teljesen mindegy, hogy a fehér vagy a fekete nyert a sakkjátszmában, teljesen mindegy. Mi történik utána? Újra kezd. Lesöprik az a bábukat az asztalról. Így, ennyi volt. És nem emelnek szobrot a fehéreknek vagy a feketéknek, hanem lesöprik a francba, és kezdik előről. És ezzel nem gondolkoznak el az emberek, hogy igen, a teremtés is ilyen. Mert te mit tudom, miket képzelsz? Hogy az Isten jó. Igen, az Isten jó is, meg rossz is. Bármilyen hülyén hangzik. Nagyon rosszul hangzik. Nagyon-nagyon rosszul hangzik.
De jó is, meg rossz is. Én csinálom a jót, és én csinálom a rosszat is. Benne van a Bibliában, már amelyikben van, amelyikből már kigyomlálták ezt. Mert ne vigy minket a kísértésbe, de te, ugyancsak te, szabadíts meg a gonosztól. Értitek, hogy mi a baj? Egy logikai bukfenc, nem értik, elhadarják, nem értik. Még a pap testvéreim sem értik. Komolyan, nagyon sok főpap ismerősöm, barátom, sőt osztálytársam is több is van, akik főpapok már régóta. De a helyzet az, hogy nem érti. Mert ezt nem mondták el neki a teológián. Hát mit tudom én, református papok jártak hozzám, hogy mondjam már el a hierarchiát, mert ő nekik azt nem tanították. És akkor így elmondtam nekik a keruboknak a hierarchiáját, hogy működik, de ő neki azt nem tanították. Úgy gondolták, hogy nem is fontos azt tudni, de hogy nem fontos. Hát képzeld el, hogy egy minisztériumban dolgozol, de nem tudod ki a miniszter. Vagy talán a miniszter tudod, de az összes többiről nem tud semmit. Hogy kik ezek, ott mászkálnak emberek, jönnek, mennek. Egyes számú, kettes számú, még talán hármas számú is mászkál, tudod, mert hogy már az, hogy nő meg férfi, ki sem mondhatjuk lassan. De ott mászkálnak a harmadik vécések is, és akkor ki a fenét érdekel? Nem tudom a rendszert. Nem tudom, hogy ez egy főosztályvezető, ez egy osztályvezető, ez egy csoportvezető, akármicsoda. Ez meg a műhelyben a részlegvezető. Tehát, hogy valamit azért tudni kéne róla. És nem tudnak. Parancsolj! Az előbb itt a Mózes első, tehát a Biblia legelejét, amit azért szerintem mindenki elolvas, mert a Biblia... Nem olvassa. De oda azért... Elolvassa, mint ma a gyerekek, hogy olvasnak, de nem tudják, mit olvastak. Érdekes, én Károli Bibliát nyitottam meg, nem lőn világosság, hanem legyen világosság, és lett világosság. Ez a harmadik pont. Négyes. Persze ez már modernizálva van, mert vala azt az igeidőt már nem használjuk. Igen. Utána ez van, és látta Isten, hogy az jó a világ. Látta az eredetibe. Látta Isten, igen, hogy jó a világosság, és elválaszta Isten világosságot a sötétségtől. Ez mit jelent pontosan? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tudnék, ez maga a keltő elem, a legelső keltő elem, a teremtőben a legelső keltő elem már ezt csinálja. Elválaszza az alsó meg a felső vizeket, ott arról is lesz majd szó. Az még később van, igen. Igen, hogy elválasztja az alsó és a felső vizeket. Senki nem tudja, mi az, hogy alsó és felső víz, hanem olyanokat gondolnak, hogy az egyik az a folyó vagy a tenger, a másik meg a felhő, a felhőben is víz van, lent is víz van, értjük, alsó, felső víz, meg értjük. Hát nagyon nem erről van szó, hanem a vízelemről. A vízelem egy oszcilláló időforrás terméke, a teremtőnek a legelső megnyilvánulása, és ez a vízelem fénysebességgel tágul. Akkor még nincs fény, hozzá kell tenni. Én ezért neveztem ezt múltterjedési sebességnek. Ez megvan már az Einsteinnél is, ő is gondolkozott. Ez egyébként vallásos volt az Einstein, hozzá kell tenni. Hitt az Istenben, meg a nagy materialista szent, az Newton is hitt, az is egy nagy materialista szent. Szenté vatták a materialistát, de hát csak a materialisták egyet nem tudnak, mi az anyag. Azt nagyon nem tudják. De ők anyagot imádják, ugye matéria, az az anyag. Na most bocsánatot kérek, hát először talán nézd meg, hogy mit imádsz. Tehát ez az oszcilláló forrás a vízelemben, ez ide-oda rezeg, és ide és oda is kiárad, az ellenkező irányba is kiárad. A negatív irány, a sötétség, meg a világosság, mert nekünk az a túlsó fele sötétség. Ez a fele világosság, mert a számunkra az itt lévő fény, vagy a fénynek az itt lévő része, inkább így mondanám, az a mi számunkra a fény. A sötét részét nem látjuk, mert az nem. És akkor erről indult el az a gondolatmenet, amit a tudomány teljesen átjártam mostanára, hogy van a sötét anyag, meg a sötét energia. Tessék, parancsolj! Azt hiszem, hogy nagyon közel vagyunk, de azért valaki itt belenyúlt egy kicsit a szövegbe, mert tehát az volt egy, és látta Isten, hogy jó világosság, és elválaszt Isten világosságot a sötétségtől,
ez az a pont, amikor már visszafordul önmagába, és létező, olyan kiállítást csinál, hogy van, amire rá tudunk szinkronizálni, nevezzük azt világosságnak, amire nem. Igen. Mert az ötös pont, az viszont már így van, és nevezi Isten világosságot nappalnak, sötétséget nevezi éjszakának, és lett este, és lett reggel, első nap, és ez az első nap szerintem az első visszafordulást jelenti. Nagyon meg lehet bizony. Mert hogy de ez már az anyagteremtése. Ez utána jön, az utána jön, esetleg abba is belemehetünk. De ez már az Ádám meg az anyagteremtése lesz nem sokára. Tudnék, először kell egy téridőt teremteni. Szerintem még ott vagyunk. Igen, de ott vagyunk, majd meglátjuk. Kell téridőt teremteni, és akkor már van téridő, akkor a téridőben már létrejöhetnek azok a furcsa idővarázslatok, csak akkor jöhetnek létre, amikor a téridő már működőképes. De nem rögtön jön létre, nem tudjuk mennyi időm van, mert ez maga az idő, a földön kívüliek ezt nevezik időnek. Nekem mondták, hogy ez az idő. Mondtam, hogy nem, szerintem nem ez az idő, hanem még egyel vissza kéne lépni a gondolatba, mert igazából ez a téridő. Tehát jó a dolog, igen, hogy téridő. Azért gondolom ezt, hogy ez még a téridőnél tartunk, mert a hatos pont, tehát hatos pont ez azt mondja, és most mondta Isten, legyen mennyezet a vizek között. Ez az az elválasztó réteg, ami a kiáradások között, mert azért a vizek, mert hát a vizek áradnak ki. És csak az árad ki, semmi más. Igen, és elválasztja a vizeket a vizektől. És ez nagyon jó. És itt már egyértelmű. Ez a mennyezet. Igen. Ezt úgy egy olajnak nevezik egyébként a... A mennyezet az a határfelülete. Az a végtelen vékony határfelület, dimenzió határ, úgy is mondhatjuk. Igen. Az ütemek közti dimenzió határ. Tehát a kiáradás ugye ütemekbe zajlik. Tehát megy egy gömb, olyan, mint a dinnyei, hát ezt mindenki el tudja képzelni, egy vastagsága van. Tehát nem egy eszményen vékony felülete ez, hanem egy... A külső felülete eszményen vékony, de közte van egy hús, tartom, lehetne tartomnak nevezni ezt, ez egy közte lévő hús. Ez és benne van, úgy van, ez hogy egyik hús, másik hús, egyik hús, ugye egyik ütem, másik ütem. És ez gyönyörűen le van írva. Na. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválaszta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. Gyakorlatilag... Erről van szó. Erről beszélünk. Igen, de most még de hogy választá el, ugye ez a kérdés? Igen. Ugye arról beszéltünk, hogy oszcillál ide-oda. De mi oszcillál? Az egy jelenpontnak nevezhető már. Amikor kiárad a megnyilvánult. Ez egy jelenpont, ami szétterjed a magában. De ez csak magában létezik, és addig létezik, ameddig elterjed. Utána már nem létezik. Nem is detektálható, mert esemény horizont. Ott kívül a nulla van. Egy hát nagy gömb, de hát itt nem vagyunk a csapdában, mert ez egy bazi nagy gömb. Igen, de mi van ezen a felületen kívül? Egy növekvő gömb felületen, mi van? Az nulladik pillanat. Amikor ott született. Mindenhol a nulladik pillanat van, ilyen-olyan néző aspektusból, de mindenhol a nulladik pillanat van, ugye? És ez azt jelenti, hogy ez egy pont marad. Ez egy szingularitás. Na ez az, amivel nem tud senki semmit kezdeni. Tehát ez egy pontszerűség, de hogy lehet a pont nagy? Belülről nézve létezik, kívülről nézve ő egy pont. A fekete lyukaknál is felmerült ez a probléma, ugye? Ugyanúgy, hogy azért fekete lyuk, mert bazi nagy tömeg, rengeteg sok tömeg van, olyan nagy tömeg, hogy már a fénykvantumok sem tudják elhagyni, megpróbálnának kiszökni a fénykvantumok, de vissza csapodnak. De hogy csapodnak vissza? Ezen kéne már elgondolkodni, mert itt nekem valaki írta lázasan, hogy mert annak nincsen tömege, a fénynek nincsen tömege. Persze, csak görbült teret kelt, aztán nincs neki tömege. Ó, hát persze. Nem elgörbíti a teret, bocsánat, hát a gömbszerű. Ugye a görbült tér nem elgörbül, hanem görbére keletkezik. Itt van a probléma, hogy a téridő is görbült, ugye, de nem elgörbült, hanem görbére született. Na, az eredmény ugyanaz, és ez a nagy átverés az ördögnek ez a csapdája, tudod? Hogy hát persze, hát nézd meg, hát görbe, igen, görbe, de nem elgörbült. A sikagyú gondolatmenetek, hát most már én már, hát... 50 éve biztos nézem ezt a Gurigáznak a
egyetemeken ilyen gumipelenkát kifeszítenek jó nagyot, és akkor rátesznek egy nagy golyóbist, ami így behúzza, csinál egy ilyen tölcsért, annak az aljáról beül, akkor ilyen kisebb golyókat köré lendítenek, és akkor azok keringenek körülötte, mint a bolygók, a nap körül. Na látod, ez a gravitáció. Egy frászt. Ez az egy síkagyú butaság. Hát egy, attól, hogy gumipelenka, az lapos. De ettől még nem működhet, mert nem is működik. Beleesne. Bele is esik, hát persze, bele is esik. Mert súrlódás van a gumipelenkán, a golyó súrlódik, és az éppen megáll. A napszélnél van súrlódás, és a Föld mégsem. Már 4 milliárd éve nem esett bele a napba. Úgy van. Sőt, vannak a tárkánynapok, kiderült, hogy még messzebb is tud menni időnként, nem csak, hogy... Úgy van, amikor átállították a Lagrange-pontokat a tárkány napok idején. Azért kellettek beiktatni még 15 napot, mert annyival hosszabb volt a Föld éve. Tehát nem 365 nap volt, hanem 380 nap volt a hosszúsága az évnek, amit aztán visszaállítottak, miután a holdütközés sikerült elkerülni. Mert azt azért kellett elhangolni, hogy a holddal nehogy összeütközzön. Mert kiszámolták jó előre, volt egy valamennyi idejük, építkeztek lázasan, hogy a hold ide fog csapódni, de még van egy kis időnk, és lázasan dolgoztak. Hát persze nem a rabszolgák húzták a követ, mert az egy dolog. Meg nem is úgy csinálták, meg nem is osztogatnak, hanem fosztogatnak. Szóval ez egész más. De tegyük vissza a Bibliához, mert az nagyon jó. Az nagyon jó volt, ugye? Tehát mi mindig a legelején vagyunk. Nem baj. Legelején is, mi csak a 7 sort olvastunk el. Nem baj. De gyakorlatilag ez a hatos pontát, és mondta Isten, legyen mennyezet a vizek között, és elválaszta a vizeket a vizektől. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, mert ez azt jelenti, hogy a kiáradási pontok egyesével... Maga ő az, aki elválasztja. De ez azt jelenti, hogy ő képes arra, hogy azt volt elválaszza. Hát persze, mert ő a jelen pont, és az ide-oda rezgés, amit mondtam, az rajta zajlik minden, ő rezeg ide-oda. Vagy itt van, vagy ott van, vagy itt van, vagy ott van. Mint a néger a zebrán. Látszom, nem látszom, látszom, nem látszom. Tehát ide-oda rezeg, és az ide-oda rezgés miatt ugye hol az egyik vizet kelti, hol a másik vizet kelti. Megint az egyik vizet, ami ugyanolyan, csak az ellenirányba kelti. És azok a vízelem, amit a mondogatnak már görögök óta magyarázzák, csak aztán a rettentően okos és nagyon győztes, és nagyon azok leharcolták ezt a tűzvíz-levegő-föld dolgot, nagyon leharcolták, mert ez egy tudománytalan is, marhaság is. De te meg nem mondtad meg, hogy mi a levegőelem, ami a fény maga, tehát a téridő is fény. Az az első fény, a fény nélkül született. Hát, erről van szó, az arról első szó. Fénynek a létrehozására. És mikor mondja a hatodik pontnál? Már ott. Ugye, mert a hatos szimmetriáról van szó, és pont a hatodik pontnál mondja azt, hogy na, most már elválasztottuk, és most már vannak ilyen vizek, meg olyan vizek. Tehát ez egyszerűen ott van leírva a megoldás, ez egy fizikakönyv. Csak miután nem logikusan gondolkodnak, hanem kapkodnak, mint a Bernát a menkőhöz, nem menkő, milyen érdekes, a miért kapkodott, nem a villámhoz kapkodott, hanem a menkőhöz. A kettő nem azonos. A mennyből érkezett kődarab, meteor. De nem a... Az a meteor. Ami ezért van. Amit körbe kell járni. Milyen kő? Kábakő? Nem. A kábakő is, az igen. Az lehetne mennykő talán. Lehet, igen. Az egy fekete szikladarab. De ő lehetne mennykő. Információsan, igen, de információsan minden bizonnyal az is lehet, hogy információsan valahonnan hozták. Ja, hogy ezt célra... Hozták valahonnan azt a kábakövét, mert tessék észrevenni a K és a Ba szónak az értelmét lefejteni, pontosabban, és akkor majd meg lesz mindjárt. Hogy hívták a kígyót, a Maugli a dzsungelkönyvében? K-nak hívták. Hát nem úgy hívták, hogy K. Na hát, ilyet. Ez a K-ba, mert ez időkígyó, nem biológiai harapos, mérges kígyó, nem, ez egy kálanága, vagyis hogy időkígyó. És az van az unitárgyos címeren is, nem egy biológiai kígyó, odarajzolta a címertervező, de hát ez nem biológiai kígyó, ami saját magát rákcsálja,
hanem egy időkígyó, ami egy időurkot jelent, és a repülő fehér galamb az meg a Szentlélek már, pont ott tartottunk most a hatodik pontnál, most már repül, ugye, már megvan a hatos szimetria, és most már folyamatosan a saját csapdájába esett, ugye? De a vizek már el vannak választva. De a vizek már el vannak alsó és felső vizekre választva, ugyan. Nem, az a, nagyon érdekes, az alsó és felső vizek. Van a világ és a túlvilág. Alsó és a felső az vizek, azok a hetes pontban vannak már. Igen, nem tehát mondjad. Ott már hatos pontban már végre létrejött a teremtő. Tehát teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztál a mennyezetet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől, és úgy lett. Tehát itt a hetes pont, amikor már végre a hatos pontban vagyunk, és már megvan ez a hatos szimetria, és működnek a vizeknek, csak akkor tudta ezt megtenni. Tehát úgy addig kész nem. Az első fénykvantum, ezt rejtett fénynek is nevezik a szakirodalomban, már a vallási szakirodalomban, ez a rejtett fény. Persze ez nem vallási, hanem tudás ez. És ez a rejtett fény az, ami lehetővé teszi a későbbi teremtést. Tehát először megcsinálja a világot és a túlvilágot, nem a más világot, hanem a túlvilágot. Az a négyes szimmetria, ami mellett elmentél, menjél vissza egy kicsit ebbe a labba, húzd vissza. Van egy ilyen zöld forgó ábra, az a zöld forgó ábra, azt tegyük be, nem tudom, hogy bele tudunk-e tenni mozgó gifet, nem biztos. Mi tudunk. Az a lényeg, hogy ez a forgó ábra mutatja az ide-oda létezést, ez két lemniszkáta, forgási lemniszkáta. De két különböző irányba forgó mellé. Két különböző irányba forgó, ellenkező irányba forgó. Tehát ez az, amit az előbb beszéltünk. Lemniszkáta, úgy, ahogy tetszik mondani. És ez oszcillál a sík és a térbeli állapota között, még ráadásul, tehát egy nagyon bonyolult téridőről van szó. Nem az van, hogy lerajzolunk egy koordinátorrendszert, itt a tér, XY, az értjük a francokat, az nem tér. Az autókertben nagyon jó lesz, de bocsánat, vagy építészetben, vagy mit tudom, de hát ne hülyeskedjetek már. Hát egy dinamikus tér nélkül nem is működnek az elektronok. És nem is tudja megmagyarázni, soha a rohadt életben, most már 100 éve azon hadakoznak, de nem tudja megmondani, hogy miért keringenek az elektronok. Mi keringeti a bolygókat? Honnan van a dinamizmus? Hát tudom, ősrobbanás ne is mond, de akkor meg miért forog? Segberúgta, hát persze. Azóta minden is. Atomot. Hát nagyon jól tud. És jó irányba. Jó irányba, mind jó irányba. Nem, ezek törvények vannak, ott a legelején ott van a igen, törvény. Igen, az van, de olvasd az máshol a... van. Ennyire nem vagyok gyors. Az nem abban a részben, amit kivettek? Olyanban? Nem, ez benne van. Hát itt nekem mindenféle Mózes könyvem, még Óhéberül is van. Nem probléma. Kezdetben vala a törvény, de az más. Görögül, óhéberül, hogy akarod, minden van. Azt szerintem az János törvény. Mindjárt megkeresem is. Az a kezdetben vala igaz, az János könyve. Nem, itt a legelső hasábban, hogy mi de van ez nem legelőször. A Mózes könyvében van. Ez nem Mózes De szerintem az a Mózes. Mindjárt megkeresem is. Jó. Nagy tével törvény. Tehát az a közben a lényeg, hogy kell keletkezni egy téridőnek. A téridő az a Szentlélek. Nagyon összekeverték a lelket, meg a szelet, az a szent szél. És a szent szél, ami mindenen átfúj, az a Szentlélek, az a téridő, az mindenen átfúj. Az azt jelenti, hogy ő maga a téridő, és miután ő maga a téridő, minden benne van, és az ő hullámrétegei, amik állandóan a központjából kifelé áradnak, azok mindenen átmennek akadálytalanul. Ezek lényegében olyanok, mint a gravitációs hullámok, vagy úgy is mondhatjuk, hogy az első tömeghullámok. Ez azért van így, már ott a Biblia első hasábjában már megjelenik a tömeg, mint olyan, de a téridőnek van tömege. Azért van tömege, mert egy időhurok és görbült tereket kelt. Kelt. Görbült a tér körülötte. Nem elgörbül, görbültre születik. Mert a gömb görbe. A gömb az nem elgörbül. A gömb az már görbe. Eleve görbe.
És itt vannak a problémák, hogy ezeket az apróságokat nem gondolja végig, hanem elhadarja, átmegy rajta. Na jó, nem mondom, talán jobb lenne. És ott már van bonyolultabb téridő is, amit ott... Jaj, az nagyon jó az a téridő, de az már az egy hiperteres. Az a lila, ami ide-oda cikázik. Nem, mennyi egy kicsit följebb, emelt följebb, nem arra. Az a zöld gabonábra, azt kellene megmutatni. Az a zöld gabonábra, amit a földön kívüliek letettek, ez a, az ablak, melyik 0-1, vagy 0-2? 16-os. Ez 16-os? Igen. Igen, mert mindig újra kezdem, amikor már eljutok valameddig, akkor újra kezdem, de nem azért, mert nem tudok jobbat, hanem azért, hogy na, akkor illesszük bele azt, amit eddig megcsináltunk. Illesszük egy rendszerbe. Tehát, hogy ez egész egy rendszerbe írható le, és fogható fel. Egy rendszerbe. Ott már alul van egy dorje, de most nekünk nem az kell, hanem az a zöld gabonábra, és ez a zöld gabonábra egy érdekesség. Ha jól megnézed, új ablak 16, beírod, megtalálod, új ablak 16, írd be, és akkor megtalálod ezt a lapot az interneten. Nem túl nagyon nagy bontású, mert ezek már nagyon régen készültek, ezek a weblapok, még én gyártottam őket sorba, és ezek a weblapok, még nem tehettem nagyon nagy bontású képeket bele, mert a tárhelyek kicsik voltak, lassú volt az internet, mire lejött egy ilyen kép, még egy ilyen kis kép is így mászott lefelé, az öregek emlékeznek, még a fiatalok ezt már nem is, így jött lefelé egy kép. Mint a vetkőzőtól olyan volt, így szép lassan jött lefelé, lassan jött le, ahogy töltődött le az internetről a lassú vonalon, ilyen igazán lassú vonalakon, de az a lényeg, hogy már képet vittünk át telefonvonalon, amire azt mondták, hogy lehetetlen. Tehát annak idején azt hangoztatták, hogy a telefonvonalon, na aztán azon képet a büdös életben nem lehet átvinni, le van limitálva, mit tudom én, a szűrőkkel le van limitálva 3 kHz-re, hát 3 kHz-re nem lehet képet átvinni, mert ennyi a képfrekvencia, és akkor ezen nem lehet átvinni, meg a sorfrekvencia, meg így, mert tévéképbe gondolkodik. Nem tud elszakadni saját magától, és akkor azt mondja, hogy nem lehet. Hála jó Istennek, vannak fiatalok, akik föllázadtak az öreg makacságai ellen, és csak azért is átvitte képeket. Például csináltak ilyen lassú tévét, a rádiomatőrök rövid hullámon vitték át a képeket, rövid hullámon, ami abszolút lehetetlen, hogy azon aztán képet soha nem lehet átvinni, ezek nem nyugodtak ebbe bele, szépen adatszerűen sorban átvitték a képpontokat, és összerakták, egy ilyen lassú tévé volt, és igen, nagyon lassan lerajzolt egy képet. Úgy majdnem, ahogy letöltötte az interneten róla a képet. Na, olyan lassan, de lejöttek a képek, tehát egymásnak Amerikába képeket is át tudtak küldeni ezek a rádiomatőrök. Ez egy őrült nagy dolog volt a maga idejében, őrült nagy dolog, nem hiszitek el. Hát akkor majdnem, hogy Morze jel sűrűségbe küldte át a képeket, azt mégis átküldte. Az a lényeg, hogy átértek a képek. Mert attól függ, hogy minek definiálok egy képpontot, egy betűt. Tehát én egy betűt definiálhatok zenének, definiálhatok képnek, aminek akarom, ugye, mert adat. És aztán majd egy megfelelő elektronika visszaalakítja a képé. És akkor majd nem adat lesz már belőle, nem látod a képernyőt. Hát ott sincsen kép, te azt képzeled, hogy te nézed a képernyődet, akkor a tévéden, akkor azon van kép. De ahogy is, képpontok vannak. És az olyankor szokott lenni, hogy ha valami baj van, mondjuk átvitelben valamilyen villámcsapás vagy akármi van, akkor ilyen kockákra bomlik hirtelen szét a kép, most újabban. A régebbi ilyen csikok keletkeztek, meg futott a kép, meg mindent csinált, amikor zavar volt vele. Soroszcillátor hiba volt, képoszcillátor hiba volt, nem mindenféle hibák voltak, most más hibák vannak. Mert most már digitálisak az adások, igen, és így ebben a digitális adásban jó minőségben, nagy bontásban lehet képeket közvetíteni, sokkal jobban, mint régen. Mert azt mondtak, hát az nem lehet, az ennyi sávszélesség kell, annyi, hát az nem lehet, és hát az nem, hát 5 meg a sávszélesség kell egy képhez. Aztán kiderült, hogy hát nem kell. Nem kell, másképp is át lehet vinni, másképp is lehet adatot közölni, és én annak idején, amikor az 5. generációs számítógépet terveztem, csináltam,
megvan, igen. Az ötödik generációban már egy nagyon másmilyen hardware volt, és ott már az átvitel technika is nagyon más volt. Tehát ahogy egymással kommunikáltak a részei, egy ilyen connection machine volt, egy ilyen kapcsolt gép, ilyen kockácskák voltak, és azok egymással kommunikáltak. Elpusztíthatatlan számítógép, mert ez volt a lényege, hogy elpusztíthatatlan legyen, hogy a világűrben egy űrhajóra milyen számítógépet vinnék föl. Na majd beszélünk róla, menjünk vissza még a megtaláltad-e, amit keresem. Sajnos nem, mert... A legelső hasábban ott van az a Bibliában, hogy először van a törvény, még nincsen semmi, csak a törvény. És aztán a törvény hatására alakul ki a vízelem hatására alakul ki majd, amikor lögdösni kezdik egymást ezek a vízelem, meg a felületeikkel lögdösik a másik forrását. Csak a forrás tudja lögdösni. Tehát a felületek egymásra nincsenek hatása. A gravitációs hullámok nem akadnak bele, nem lögdösik egymást, nem, hanem úgy mennek át, mint ha ott se lenne, az anyagon is, meg egymáson is. Egy valamin nem tudnak átmenni, a jelenen. Azon is átmennek, de azon nem akadálytalanul megpróbálják tolni maga ellen. Mert hát igazából ebből keletkezik a világegyetem, hát kell egy törvény, hogy lesz a vízelemből tüzelem, aztán hogy lesz levegőelem, mert ezeket még meg kell érteni. A vízelemről már beszéltük, hogy egy oszcilláló gömbszerűen terjedő réteg, olyan, mint a dinnyei, olyan rétegeket kelt, és nem ilyen vészhullámok, azt ezeket el kell felejteni inkább már. Inkább egy fának az évgyűrűre hasonlít jobban. Kinézése a metszete, igen. A metszete, mert ezek gömbök. Gömbök, ez egy gömb, ami terjed, és a közepében van egy forrás, ami oszcillál. És ez ilyen terjedő hullámokat kell. És ha megnézek egy fának a évgyűrűit, az nagyon sok mindent elárul, adott évről. Igen, az évről is elárul. De itt is azért... Igen, az analógiákkal azért kell vigyázni, mert hamarosan lemegy az ember arra a szintre, amit mindenki ért ugyan, de nem biztos, hogy ezt mindenkinek rögtön érteni kell. Itt a teremtésről beszélünk. Na most a teremtést, az egy nagyon bonyolult világ van körülöttünk. Egy nagyon-nagyon bonyolult világ van körülöttünk, ez a nagyon bonyolult világ egyszerű alapelveken működik. Ott van az ablak a Pálos Kolostorban, nézd csak meg, ott igen, az az ablak. Igen, és itt el van. És ez a Pálos Kolostorban, bocsikám, hát nézd már meg, ez a vízelem. És mi van benne, nagyon érdekes. A szűzanya és a kisded a kezében, a közepén. Ez a napba öltözött asszony, igen. Na. Csak hogy ő még érti, mert a Doppler hatás is ott van benne, tehát azért ilyen aszimmetrikus ez a körsorozat, mert ő érti a mozgást. A mozgást nem definiálták becsülettel, az nincs definiálva. A mozgás nincs definiálva. A mozgás is sokkal bonyolultabb, nekünk a fizika könyvben rosszul tanították. Nem feltétlen van rosszul tanítva, mert egy azért olyan van egy halmaz definíció. Tanítottak nekünk, ami egy magánbelül mozdulatlan. Nem. A mai fizika az egy pontszerű testet ír le. Hát nem pontszerű. De az test, az, akármilyen testet veszek, az nem pontszerű. Ezt magyarázom, hát nem pontszerű. De fél igazság, mert a törvények azok jók. Az eredmények, a mért eredmények attól még lehetnek jók. Csak mindig el szoktam mondani, hogy egy gurított domból lejön a vasúti kocsi, neki csapódik a másiknak, mind a kettő őrült ilyen izébe kezd, táncikába kezd, ugye, mert hogy rugalmas váza van, meg az egész, maga az alváza is acélból van, és az acélban hang terjed, hangsebességgel, hát az ott nem 330 méter, mint a levegőből, hanem 5,5 kilométer sebességgel terjed benne a hang, de akkor is terjed benne a hang az atomok között, és ez ide-oda pattog, és akkor az egész szekrény, a tehetetlensége folytán az egész kocsi szekrényen össze-vissza torzulatokat szenved, tehát hogyha ilyen részletesen fölvennéd egy belső kamerákkal, meg mindennel, akkor látnád, hogy ez őrült, bonyolult mozgásokat végez még, és persze zeng, zörög, csörömpöl, mit tudom én, aztán a végén csak megáll,
De akkor is a mozgás rosszul van leírva, mert ez egy mozgás. Én azt írtam le annak idején, mikor volt, az már 40 éve leírtam, hogy a fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben végzett elmozdulások eredője. Na ott az még bonyolultabb, hogy az összes terekben végzett elmozdulások eredője. Na ez aztán az összes tereket sem definiálták, mert a teret sem definiálták. És akkor lehet tudni kérni, mi ez az összes. Igen, igen, mert magát a teret sem definiálták. Tehát össze-vissza hadoválnak tér helyett, és akkor engem szidnak, hogy én egy tudománytalan... Én kiírtam, azért írtam ki a címlapomra, nézzétek meg, mivel kezdődik. Nekem ilyen tudományos íze, okoskodó hozzászólások jönnek, tudod, ilyen, hát ilyen egyetemi tanárok, meg ilyen okosnak képzeli magát tanulók, és akkor írkálnak, na jó, de alapvető dolgokat nem tisztáztatok. Én ezért bosszantalak titeket, de én nem azért hülyézem le, mert én hülyének tartok egy egyetemi tanár, de hogy is. Hogy jól fölbosszantsam, hogy írkáljon, de elkezd gondolkodni. És akkor elkezd gondolkodni, akkor rájön, hogy te ennek az embernek igaza van a francban. Tehát bemagol dolgokat, elmondja, tanítja, minden rendben van. A papok ugyanezt csinálják, az egyetemi professzorok azt csinálják, bemagolja, elmondja, de nem gondolja végig. Találkoztam olyan lázadó professzorokkal, mondjuk ilyen a Washingtoni Egyetemnek már nyugdíjazott professzora, aki leírta a téridőt, a kutyának se kellett. A Wheeler is leírta, az is egy amerikai fizikus. Leírta, a kutyának se kellett. Hát túl bonyolult volt. A koordinátorrendszer, jó lesz nekünk, az kész. Hát de nem jó. Hát semmit nem lehet benne indokolni, leírni. Leírták a protont vagy a neutront, tudod, hogy írták le? Kétféleképpen tudták leírni, 11 és 16 dimenzióban. 11 és 16 dimenzióban. Miről magyarázok én? Van a téridő, az egy 6 dimenzió, az egy hiperteres az 11, a két hiperteres meg 16 dimenziós, meg a tükör dimenziója. Bocsánatot kérek. Elnézést kérek, én erről beszélek végig. Ja, hogy nem rakod össze magadba, mert olyan szájbarágos levezetéseket vár, meg matematikát vár. Én nem menekülök matematika mögé, én először elmondom, hogy mi, hogy működik, és majd utána te csinálsz hozzá matematikát, az majd utólag kell. Mert ott a probléma, hogy bemenekültek a matematika mögé, mert nem tudták a megoldást. Tessék, parancsolj! Tehát most a 7-es pontot már olvastuk. 8-as pont, nagyon érdekes, és a 8-as, nevezi Isten mennyezetet égnek, és lett este, és lett reggel, második nap. Milyen érdekes, ugyanúgy, ahogy az előbb a 6-os, vagy 5-ös, 6-os között lett az első nap, igen. A 8-asnál lett a második nap. Tehát itt... Akkor már kész a Szent Lélek. Már kész a Szent Lélek. És most már a következő napot kezdi. Pontosan. Jó. És ez a második nap milyen érdekes, hogy ez a 8-as pontban van, tehát igen. Ott azért valamit azért azt tudjuk, hogy a fénykvantum és a, igen. Az egy kicsit igen. Más. 9-es pont, és mondd el Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitűnjék a száraz, és úgy lett. Na most itt viszont már azért valamilyen szinten ez a gumilepedő történet megjelenik, ez azt jelenti, hogy összegyűjti egybe azt a létrejött anyagot, és nem? Nem. Nem, nem itt azért mondtam, mert a Mózes igazából a Mózes könyve eredetileg illusztrált volt. Yeah. Az illusztrációk eltűntek, és maradt a száraz szöveg. Csak az illusztrációk nélkül nehéz megérteni. Talán azért is tüntették el az illusztrációt. Ott van a Szent Koronánk, éppen most bemutattad a Szent Pétert, ott az a Sanctus Petrus, ott van, és hát a téridőnek a divezió lépcsője van, mutasd meg azt majd azt a képet tegyük be. Az a SC, az a Sanctus Petrus, az a Szent Péter. A Szent Péter nagyon érdekes figura, ugye ő nála van a kulcs a kezébe, a mennyország kapujának a kulcsa. Az Osama Bin Laden megérkezik a mennyország kapujába, kijön a Szent Péter, ide terroristák, nem jöhetnek be. Ki akar oda bemenni? 5 percet kaptok, hogy kiürítsétek. Na szóval, Szent Péter áll a kulccsal a kezébe, és egy ilyen érdekes lépcsőzet van mind a két oldalt mellette. Mert ez miért érdekes?
nagyon-nagyon fontos és lényeges. Miért van az ott? Az a lépcsőzet. Hát az a dimenzió, az a dimenzió lépcső, mindegyiknek van egy pötty a közepén, és a pötty, a lépcsőzetek között lévő pötty, az micsoda? Rájössze. Hú, nagyon fontos pedig. Királyrány. Majdnem. Majdnem, nem a királylány, hanem a nem tér, nem idő. Ja, igen. Ugye? Mert a dimenzió lépcső, amikor öt dimenziós a téridő, akkor a második állapotában öt dimenziós, már háromszor öt dimenziós egymás után, akkor a középső alatt éppen nincs téridő. Azaz, hogy ott a többibe éppen ez üresség van, vagyis ugye az egyik szentilegben, mert három szentileg kapcsolódik össze a végére, az a Micsubicsi. Tehát megvan ez az emberiségnek, a Micsubicsi, az nem más, mint a két hiperteres téridő, aminek 16, három oktaéder és 16 pólusa van neki, és ezekben összesen csak öt atya van. Megtaláltam, képzeld el az öt atyát külön. Mibe? Azt hiszem ebben találtam meg, ez a titkos tanítások, ez magyarul megjelent, ez a Védák könyvének a kulcskönyve. És az miért érdekes? Jó, nagyon érdekes. Mit találtam? 41-es pont. Azt mondja, hogy az egyik öt és a másik öt szél, és azzal kezdő szél, az a szél, az szent szél, ugye? Szél, tűz, nap, föld, hold, víz és lélegzet, beszéd, látás, hallás, gondolkodás. De ez egyik öt és másik öt. Ugye, mert ez itt már az értelmező nem igazán érti. Az értelmező általában nem érti, de őrzi még. Csak ahogy megy előre az idő, a rozsda megeszi. Tehát megy előre az idő, és elveszti az értelmét. Nem véletlenül hoztam ezt a könyvet, mutatom nektek ezt az oldalt. Így látszik. Az a lényeg, hogy Isa Upanishad néven ott van, amivel kezdődik. Tehát ez a könyvnek a legelső fejezete, de mi ez az Isa Upanishad? Ki az az Isa? Ki az az Isa? Jézus. Ugye? Ha elmész Isztambulba, akkor megtudhatod, hogy ki az Isa, ki van írva a nagy mecsetben az összes proféta, azt a táblázatot keresd meg, ki van írva az összes proféta, és az Isa külön nagybetűkkel ki van emelve, hogy ők a legigazabb profétának tartják, azért emelték ki nagybetűvel. A többi között nagyobb betűvel van, sokkal nagyobb betűvel van kiszedve, belevésve ebbe a márványtáblába. Isa zárójelben ott van, hogy Jézus. Tehát a mohamedánok imádják Jézus. Na most ettől kezdve bolond a bolond, mert azt képzeli a félig tudatlan, ugye? Azt képzeli. Láttam ilyet, hogy őrjöngött az amerikai katona, őrjöngött, mert elkapott egy ellenséget, elkapott, és akkor ott izét őrjöngött ott a géppisztolyával, hogy térdelj le, imádkozz Jézus Krisztushoz, majd hinni fogsz benne. Na, tényleg ilyen hülye. Tehát nem az a baj, tudod, hogy ő harcol, nem az a baj, hogy amerikai, nem az a baj, hogy féltudása van, és azt képzeli, hogy ő jót gondol. De közben nem jót gondol. Ezt nem demagógiának hívják? Ezt hívják demagógiának. Bemagolja, elmondja, és leharcol téged, és őrjöngve leharcol. De hogyha nézzünk mondjuk egy vámtisztet, akinek az a dolga, nem vámtisztet, hanem a határőr. Igen. Ez egy fiatal kis gyerek. Igen. 18-20 éves korában elmegy határőrnek, ott sétálgat föl alá a határon, jön egy arab, egy migráns. Azért ahhoz kell egy demagógia, hogy azt lelője. Persze, mindig az ellenséged, vagy az ellenfelet ellenségnek kell nyilvánítani. Vedd már észre, hogy még a futballban is megjelent ez, ami nagyon undorító volt az én számomra, tudod, hogy nem ellenfél volt a focipályán, hanem ellenség. Igen.
Tehát azt nem, azt meg kell ölni, el kell pusztítani. Hát a Fradi pályán úgy van csinálva az öltöző, hogy a Fradinak annak ilyen luxus kivitelű öltözője van, a másiknak szürke falakkal van, ilyen szürke folyosó vezet oda, jó, hogy nem egy sikátorba küldik be őket, tehát direkt, hogyha oda jön valaki, nincs is kedve az embernek ottan focizni, mert olyan az öltöző, hogy oda már elve nem akarsz bemenni. Igen, hát ez, így működik a dolog, pszichológia. Így működik. Tehát itt is arról szól a történet, hogy ez a Védák könyvének a titkos kulcskönyve. Ez a titkos tanítások. Isha Upanishad, ez az egyik. Az Upanishadok azt jelenti, hogy titkos tanítások. Ezt azért érdekes, mert elkezdem neked olvasni, hogy ehhez te meg mit szólsz hozzá. Azt mondja, hogy teljes amaz és teljes ez. Teljesből teljes árad ki, teljesből teljeset vesz el, és teljes-teljes marad. És a teljes-teljes marad. Miután egy teljeset kivettek belőle. Béke, béke, béke. Tehát... Ez nagyon durva. Hát persze. És itt van a megoldás. És nagyon érdekes, én ebben pillanatban megtaláltam interneten, és nem teljes ugyanez a szöveg, az interneten mázon teljes az ott, a teljes az itt. Nem ugyanaz, mint amit a Gyuri bácsi. Jó, ez a Mekerinek a fordítása. Hát ez is. Akit nem tudtam rávenni, hogy még fordítson nekem ilyen részeket. De milyen érdekes, hogy már a fordításba valaki belenyúlt, és nem ugyanúgy fordította. Én megpróbáltam ezt egy... Amikor megjelent ez a könyv, ha nincs meg, de itt van elrejtve, és csak a címlap alatt. Itt van föltűzve egy cédula. És mi van rajta? Vekerdi József, a lakás címe, hol lakik, hol lehet megközelíteni, de, és itt a telefonszáma, az akkori 6 jegyű telefonszáma. 6 jegyű azóta már hányan? Hát jó, hát 13 jegyű, meg mit tudom, micsoda, most már a mobiloknál, mert akkor még 6 jegyű is nagyon ritka volt, nehéz volt 6 jegyűt. Aztán rögtön, ahogy meg felszabadultunk, akkor már mindjárt 7 jegyű lett, ugye, mert akkor átírodott az én telefonszámom, még elég került először egy 3-as, aztán utána még egy 1-es is a Budapesttel, de egy 3-as előtte, mert egy drótos telefonom van, amit persze nem fogad el az összes nyugati könyvelés, mert olyan az telefonszám mi? Nincs. Az de azok csak mobil számot fogadnak el. Tehát az elektronikus könyvelésben az csak mobil számot. Hát olyan nincs. Hát az Artisius nem fogadta el csak a mobiltelefonszámot. Az pedig egy magyar cég. És tudják, hogy van ilyen drótos telefon, aminek még hát 7 jegyű most a telefonszáma, de nem 8 jegyű. Ott kezdődik a probléma ebben. Tehát ez a könyv, ez itt nekem megvan nagyba, azt fogdosom itt, egy ilyen nagy könyv. Ezt én kínaítottam annak idején, ez nagyon érdekes. Az Úr lakozik mindenben, mi a világon él és mozog. Na, ez mit jelent? Ez a János könyvében benne van, ugye? Minden, ami lett, az igéből lett. Hát az Úr lakozik mindenben. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél. Úgy van. Isten vala az ige. Igen. Kezdetben az Istennél vala. Kezdetben. Igen. Igen, hát béresít. De közben az a probléma, fogadd el, amit ő rád hagy, és ne kívánd más javát. Ez már egy ilyen emberi marhaság hozzáfűzve. Ez már fordított. Igen, igen. Na, tedd, ami a kötelességed, és éld 100 évig az életed, ha így teszel, nem másként, a tedből rád szenny nem tapad. Hát ez ilyen, ki lehet bekenni az életet, ezt akarja mondani. Tehát ki bekelted úgy, hogy te neked semmi ne legyen bűnöd, ne legyen, így hamar tovább lehet menni egyel. Itt lenne egy nagyon ez, fontos kérdés. Ez az általános iskolában is így volt. Ezt olvassuk el még egyszer, mert én az enyémben nem találom. Tehát tedd, ami a kötelességed. Éld 100 évig az életet. Ha így teszel, és nem másként, a tedből rád szenny nem tapad. Tehát, de honnan tudod a teddet? De, hát azok a 10 parancsolat, ugye, ami itt most nincs, de máshol megvan. A démonok világa az örök sötétség vakona, oda zuhan, ki testében igaz, énjét gyilkolja meg. Tehát ez az öngyilkosságnak
öngyilkosságra való célzás. Ja, hát itt aztán majd következik. Egy mozdulatlan, sebesebb a szélnél. Uh-huh. Egy mozdulatlan és sebesebb a szélnél. Kicsi. Jemere ő egy pont, ő a legkisebb pont az univerzumban. De a leggyorsabb. Egy mozdulatlan, sebesebb a szélnél, mert a terjedése fénysebesség, ugye? Sőt, még ő gyorsabban is mozoghat, mint a fénysebesség, mert ő neki nincs tömege. Tehát maga a kezdeti egy, az egy tömegtelen. A tömeg majd egy jelenség lesz. Tehát nem végtelenül működő, mert lehet tömegtelen létezés is. Magát a létezést azt nem definiálták, tehát a Schopenhauer meg aztán az összes többi nagyokos kihagyták a lényeget, amikor odaértek, akkor azt mondták, hát ez olyan létkérdés. Hát ez azért van ez a mondás, mert a létet nem definiálták. Vagy nem engedték nekik. Igen, igen. Igen, igen. Na. Azt mondja, az istenek sem bírnak a nyomába érni. Mit jelent ez? Hoppá. Ez azt jelenti, hogy ő mehet gyorsabban a fénynél. Mehet gyorsabban a fénynél, de az istenek már teremtmények. És ők már csak fénysebességgel tudnak közlekedni. Tehát ő a teremtő, itt a teremtőről beszél. Hát egy. Ez Jézusnak a tanítása, azért érdemes azért elgondolkodni. Általában megelőzi a futókat. Hát ha valami fénysebessége megy, akkor a futó az egy vicc. Ugye a 30 km/h sebességével, a 300 000 km/h egy másodperc alatt, nem egy óra alatt, mert ugye a 30 km/h az egy óra alatt megy 30 km. Ez meg egy másodperc alatt megy 300 000 km, tehát azok a állva előzi meg, meg sem tud mozdulni, a legkisebb mozdulatot nem teszi a futó, már rég árkon bokron túl van. A levegő a vizet ebben őrzi. Na, ez micsoda? A levegő a vizet ebben őrzi. Na, Szilárd, van-e ötleted? Létőről volt szó. Hát a levegő elem. A levegő elemről van. Igen. Mert a levegő... Az a téridő. Az a téridő. A vizet ebben őrzi. Hát az a királylány benne, ami vízként jelenik meg, nem? A királyfiba is megvan. Igen. Minden egyes időbuborék víz. Ha igen. Közelből. Úgy van. A tüzelem meg a vízelemben is megvannak ezek a terjedések, ezek a létnek a terjedései. Ezért neveztem én ezeket mostanában léthullámoknak, hogy elválasszam, hogy ez nem elektromágneses hullám. A léthullám az nem elektromágneses hullám, hanem a létezésnek a terjedése hullámokban. Méghozzá nagyon korrekt rendszerben. Nem csak így mennek ilyen hullámok, szóval felejtsd el ezeket a hullámokat. Ezek réteg hullámok. Réteg. Kicsit hasonlít a hang. A trombitának a hangjához hasonlít kicsit. Mert a trombitának is négyszöggel majdnem a hangja. Ugye? És abban mindenféle frekvencia benne van a négyszöggelve, így vezették le a négyszöggelet, hogy abban végtelen sok frekvencia van jelen a négyszögelben. Hát úgy tudják, van a szuper. És ha sok-sok frekvencia, hogy négyszögelet összekeversz egymással, akkor egyre jobban színuszos jelet fogsz kapni a végeredménynek. Parancsolj. Tehát akkor itt a léthullámokat érti víznek? Hát hogy a léthullámokat érti. Ebben. Pontosan. Hát persze, pontosan azt őrzi. Tehát itt van. Menjünk tovább. Halad is, mozdulatlan is. Hogy lehet? Ezek paradoxonok, ugye ellentmondások. Hát ez ugye van a forrás és a hullámkiáradás. Marad meg a hullámtér, igen. A forrás az állhat, igen. De a hullámtere fénysebességgel terjed, nyomja szétfele a létezését. Közel is van, és messze is. Szintén ugyanez. Ugyanaz, persze. Több helyről megpróbálja neked, hogy rájöjjél, hogy miről van szó. Az élők belsejében van, és mégis kívül van mindenen. Bent is van, meg kint is van? Kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Volt egy ilyen magyar hobónóta, ugye? Ja. A minek a dugásra gondolt, de közben itt mást is elénekelt, mert a fejedben megjelenik közben, a párhuzamosság miatt megjelennek a jó gondolatok is, ha megjelennek egyáltalán valamilyen gondolatok.
Na, tehát aki az összes lényeket önmagában találja meg, és minden lényben magát látja, az többé semmitől se fél. Na, ez mit jelent? Hát aki megérti azt, hogy igazából minden egyes létezőben az Isten van benne, mindent ő alkotta. Minden létezhető dologban, nem csak az lényekben, tehát nem az állatokban, növényekben, vagy a kövekben, hanem fénykvantumokban, és mindenben csak az van. Nincsen semmiféle más. Ez az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, mert belőle van minden, de nem egy bácsit daraboltak le, és akkor abból csináltak ezt meg azt. Ez egy materialista butaság, de ugye az ember elképzeli ilyeneket, mert nem tudja gondolni. Tehát mit tudom én, a görögöknél van ilyen monda, hogy Kréta sziget abból lett, hogy nagyon szeretkezett az Isten, ide fröccsent, oda fröccsent, ez az anya, és abból lett ott Kréta. Jó van, gyerekek, hát jó a dugás, rendben van, de hát azért ennyire eszetlen hülyeségeket ne találtok ki. És igen, kitalálok. Mert a materialistának anyag kell ahhoz, hogy valami megteremtődj. Anyag. Tehát ő nem tudja elképzelni, hogy az anyag hogy működik, de nem is baj. Volt róla tudása a görögöknek, mert amikor az atomoszt mondták, amit nekünk tanították, bevertek a fejünkbe, hogy az az osztatatlan. Osztatatlan, de osztható. De hát közben elektroproton, neutron, osztható. Tehát az atom az osztható. Tehát úgy, ahogy van, az egész materialista alap ilyen. Kész. Ennyi. Hát gyerekek, hát az atomosz az osztható. Az atomosz az, amit mutogattunk, az a két... Az előbb az osztható. Igen, az a Dózse palotán lévő, ugye, azok a négyszínmú virágok, az nem virág, az egy ilyen alakú lyuk. Miért mindig lyukkal ábrázolják? Nagyon érdekes, nagyon gyakran... Transzcendens, nincs ott anyag. Nem tudjuk, ott még nincs anyag. Ott még nincs anyag. Hát azt láttuk, hogy a 9-es pontba kezdte. Tehát ez maga az idő forrása, és nagyon lényeges elem, nagyon fontos elem ez az idő forrása, mert ebből keletkezik először a téridő, meg a fény, és utána az anyag, az ember, a lélek, minden más. És ő a János könyvében ott van, elmondja, de nem érti. Elhadarja, elmondja, de nem érti. Azt mondja, hogy ez univerzalizmus. Univerzalizmus. Ez a görögök sok istenbe hittek, és ez ilyen... Na most bocsánatot kérek, gyerekek, hát a János könyvében az univerzalizmusa van. Hát ha minden, ami lett, akkor... Mert azt mondták, hogy a szkíták hülyék voltak, mert a szkítákat megkérdezték, hogy hol van az Isten. Nem tudták az Olimposzt ezek a hülye szkíták, hát milyenek ezek? Gyorsan ki is nyírták az egész népet. Hát nem nyírták ki, azok jó arcosok voltak, de azt mondták, ezt kétekkel nem igen tudtak megharcolni. De ott a görögöknek a haditudása kevés volt. De mi volt a lényeg, hogy a kéták azt mondták, hogy mondták a görögöknek, hol az Isten, hát ott a hegy, a fa, a te, az ember. Ez a János könyve nem veszed észre? Hogy minden, ami lett, az igéből lett? Ez nem veszed észre, hogy ez az? Hát ez az, hát mindenre mutogattak, és ezből arra a következtetésre jutottak később a katolikus teológusok is, hogy ez, hát mert nem tudták, hogy az Isten az Olimposzon van, meg hát az Olimposz, nem is az Olimposzon van, hanem valahol, de az megfoghatatlan és láthatatlan is. Felfoghatatlan is. Tehát megpróbálták nekünk elmagyarázni, hogy nem tudják megmondani, de majd valahol, higgyél benne, mert valahol majd jön és segít. Na most, ugye, ott mondja, hogy minden belőle van, benne van, általa van, tehát a misében, a katolikus mise szövegében ott van a megoldás, jó megoldás van benne, hogy minden belőle van, benne van és általa van. Az jó, hát minden, ami lett az égéből lett, minden belőle van, az ugyanaz, csak nem érti. Mert akkor az asztal is? Mert akkor a pohár is? Meg a csokoládé? Meg a nagyítólencse? Meg a ilyen? Tehát megpróbálja részekre bontani, és úgy megérteni. Tehát a minden az minden. A materializmusnak ez a lényege, hogy részekre tudja bontani, boncolgatja, és hát ezt a gusztustalanságot szoktam mondani, hogy az analízis, ami a materializmusnak az egyik alaptudománya, ugye az analízis, azaz szétszedni a zseborát, hogy mi van belül, ugye, szétszedni az atomokat is, szétszedni, hogy mi van benne, és az miből áll, és hogy van felépítve.
Csak ugye az, hogy két svájci órát gőzkalapát csak összecsapunk egymással, és a szétrepülő hulladékból hát következtetünk. Hát ez annál jobban, mert 300, vagy közel 300 ezer. Jó, 200. Hát én most egy nagyon durva hasonlatot próbáltam hozni. Lényeg, hogy a szétrepülő darabokból próbál megmondani, hogy mi az, hogy milyen az óra. Tehát hogy, hogy is működik az óra, mert akarja ebből érteni. Hát a szétrepülő darabokból már kicsit nehéz. Ugye, mert törmelékek. És nagyon sok ilyen nagyon rövid életű részecskét fedeztek föl. Ilyen 10 a mínusz 6-on, vagyis ugye egy milliomod másodpercig létezik, vagy még addig se, 10 a mínusz 8-on, 10 milliomod, 100 milliomod másodpercig létezik, aztán annyi neki, vége. Na, értjük. Ah, hát azt nem lehet úgyse megfogni, mert neked ugye nincs a konyakredencnél, nem tudsz kísérletet csinálni, és akkor hogy tudnád megmondani azt, hogy én majd tudományosan megmondom neked, hogy, hogy ez hogy különös. Nem, én levizsgáztatlak téged, és csak akkor adok neked jó jegyet. Akkor adok jó jegyet, ha elmondod az én dogmámat, ami nem jó, de... De ezt, akkor kapsz jegyet. Akkor kapsz jegyet, különben te életben nem fogsz levizsgázni. Egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Mit mondott a József Attila? Akkor kivágták az egyetemről. Miért? Mert már 3 napja nem evett, tudod? Se sokat, se keveset. Se sokat, se keveset. És akkor erről, akkor már gyilkolni sem megyek, csak már adjanak enni, mert már olyan éhes vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy a József Attila egy gonosz volt. Nagyon nem. Hát Horger Antal úr talán gonoszabb volt sokkal nála. Ugye, aki kivágta emiatt az egyetemről, pedig nagyon jó magyar tanár lett volna. Aztán később fényesen nyaltuk a fenekét, mint költőne. Ami rendben volt nekem, semmi baj nincsen. Talán nem kellett volna itt-ott leváltani a József Attila utcát, mert azért József Attila nem proletár költő volt. Nagyon azt akarták nekünk beadni ezt a mesket. Kisajátították maguknak. Kisajátították maguknak, hogy ez egy kommunista költő, de istenes versei is voltak szép számmal, ugye? De ez, azt nem nagyon propagálták. Mint a Csokonainak is voltak ilyen disznóversei. Utoljára a Fészek klub, tag voltam a Fészek klubban valamikor rövid ideig, és ott hallottam, meg többször is volt, sokszor voltam utána is a Fészek klubban, a Kassáknak a rendezvényein, meg az egyebeken. Az egy kiadó volt, már összeomlott. És de jelent ott meg antológiában versem, meg ilyenek. Na tehát visszatérve a József Attilára, a József Attila egy gondolkodó volt. De a gondolkodót az sose szeretik a tanárok. Mert az lázad a dogmák ellen, és azt utálják. Minden tanár utálja. Hát ugye kockáztatja még a munkáját is, hogyha ő átenged egy ilyet, mert ez egy ilyen véres szájú kommunista. Közben fenét volt az véres szájú kommunista. Hát legalább annyira volt igaz ez, mint ahogy a kommunista pártot a Visegrádi utcában alapították. Nem ott alapították, hazudtak. Az Ügynök utcában alapították. Komolyan, egy pincébe. Az Ügynök utcában, az a Visegrádi utcának egy mellékutcája. Dolgoztam Visegrádi utca 7-ben az IBM-nél annak idején. Tessék, parancsolj! József Attila, a Isten, mindegy, egy nagyon rövidet, csak az első pár sort felolvastam. Látnám, uram, a hegyeidet. Láttam, uram, a hegyeidet, és oly kicsike vagyok én, szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló. Milyen érdekes, hogy hegyeidet. Igen, igen, igen. Az a megvilágosodás, egyhegyűség állapota, csak jókat is írt. A jó költő az mindig kapcsolatban van az Istennel. Ez az ihlet állapota. Tehát amikor egy jó verset írsz, nem te írod, hanem az Isten írja a kezeddel. Hát hiszen te is része vagy, nincs ebben semmi plágium, bocsánat, nem elloptad az Istentől a verset. Ő akarta te kezeddel írni. És le is írja. És ilyen sok csatornás, igencsak sok csatornás, mert egyszerre ír 516.522 verset, meg közben, mit tudom én, mást is csinál, mellékesen, tessék. Ez számomra egy nagyon lényeges dolog, hogy a Gyuri bácsi ezt mondja, hogy Isten az én kezemmel ír. Ott az előbb a Upanishadokban is ezt olvastuk, hogy tedd azt, hogy Isten vezet, vagy tedd a dolgodat. Igen. Tehát akkor magyarul Isten mindenkinek elmondja a dolgát, vagy megmutatja. Persze, kérdezgetik tőlem, hogy nekem mi a dolgom a világban. 50-60 éves emberek ilyet kérdeznek tőlem.
Hát mondom, megette a fene, ha 50 évig nem jöttél rá. Csinálod a dolgodat. De minden pillanatban mindig szóval. Azt csinálod. Tedd a dolgodat. És olyan érdekes dolgok vannak, hogy mitten, ha nem figyelek rá, akkor egy fél méterrel arrébb megyek, és akkor rámasik a szekrény, mint a nékinek a kutyájára. Úgyhogy... Igen, igen. Úgyhogy ennyi. Tehát ő minden pillanatban szól, hogy most erre menjek, ezt csináljam. Úgy van, és időben szól neked, hogy most menjél, fiam. Most állj. Ne állj meg, most állj meg, fiam. De most viszont állj. Igen, most viszont állj. És ha nem állsz meg, mert lázadsz, akkor rád esik a szekrény. Igen. Vagy a balkon. Igen. Nem baj, mostantól kezdve a földszint a balkonos. Na, leszakadt. Na, azt mondja, még ebben még menjünk bele egy kicsit, mert ez érdekes. Tehát többé semmitől se fél, ott hagytuk abba. Azaz, hogy nem félek az állatoktól se, mert én vagyok az az állat. Most nem tudom előkapni, a könyvemnek az első mottoja, azt hiszem az energia titkának az az első mottoja, hogy én vagyok te és te vagy én. Miről szól a történet? Ha én vagyok az az oroszlán, akkor én miért félnék magamtól? És tényleg a szentek, akiket oda vezettek az oroszlán elé az arénába, hogy majd ez jól megeszi a kiéhezett oroszlán, az leült és elkezdett dorombolni a szentnek. Hát hiszen ő volt az oroszlán. A másik nem tudott oroszlánul nem beszélni, hanem gondolkodni, és nem ő volt az oroszlán. Ő volt, csak nem tudta. A másik tudta, és aki tudta, azt nem bántotta az oroszlán. Hát én vagyok, miért enném meg saját magamat? Dehogy is bántom. Én annak láttatom magam, aminek akarom. Hát ez benne a lényeg. Hogy az oroszlán kölykének is tudom magam láttatni. A szagát is tudja érezni. Az egész kinézését. Én egy oroszlán kölyök vagyok, és abban a pillanatban mit lát az oroszlán? A saját kölykét látja, hát nem fogja bántani. Erről szól az egész világ. Tanítottam a feleségem, Tanyán nőtt fel kicsinek, és ott félt a kutyáktól, mert az elég vad kutyák voltak a tanyán, és félt a kutyáktól, és akkor mentek sétálni itt fönt a hegyoldalban, a fiammal, a kicsi fiunkkal, volt vagy 5 éves, így valahogy mentek sétálgatni, és akkor megtanítottam, hogy a kutyát hogy lehet megállítani a gyereknek. Hogy lehet, és hogy a kutya leül, és vigyorog, kész, el van intézve, nem támad rád. Először ugatva odarohan, megáll kutya, kész, megáll. Hát mentem be úgy tanyára, hogy ilyen vad tanyasi kutyák voltak, és ilyen, mert szomjas voltam. És még volt vagy 3 kilométer gyalog. Oda nem ment semmi. És akkor még volt vagy 3 kilométer gyalog, és nagyon szomjas voltam. Azt mondom, hogy bemegyek még, itt van egy tanya, bemegyek, kérek a... Láttam, ott élet van, mozgást láttam, hogy na hát akkor bemegyek, kérek a gazdától vizet. A kutyák jöttek ki ugatva, kutyák lenyugodtak, bementem, kértem vizet, adott a kútból, ihattam, nagyon finom, hideg víz volt, nagyon jó volt, és azt mondja, de most nem megy ki, hanem be is jöttem. És én ki is megyek, és ki is mentem. A kutyák nem is ugattak, jöttek mellettem, csomálták a farkokat. És hát az öreg meg volt lőve, mert ugye akkor a tolva is be tud jönni. Csak én nem olyan szándékkal mentem be. A másik az, hogy értettem a kutyákhoz. Ennyi volt a történet. Tehát az összes állat, ha te vagy, akkor azt te magadat nem fogod bántani. Na ezt kell tudni, nem egyszerű, ezt meg lehet tanulni, ez is azért tanulni kell. Nem úgy van, hogy ha, elsőre mindjárt csinál, de hogy is, az a tanulni kell. Engem most volt egy nagyon érdekes történet, hogy mentem haza, engem megharapott egyébként egy kutya, tehát én voltam a kutya, csak a figyelmem az elveszett. A lényeg, hogy a kiskutya rohangászott fel alá az utcán, ez egy ilyen külterületű hely volt, de ez egy fáradt kutya volt, és öreg is, és nekem azt tűnt föl, hogy beleesett az árokba, tehát és onnan nehezen mászott ki, tudtam, hogy akkor le tudom szorítani, és akkor egy pulóverrel sikerült elkapnom leszorítani, és amíg a figyelmem rajta volt, teljesen működött ez a történet, tehát nem tudott megkapni, meg nem ezért bár próbálkozott, el is aludt, nagyon érdekes volt, kezembe elaludt, már jó 20 perc volt, amíg megérkeztek a kutyamentők,
De amikor raktuk be, akkor a figyelmem leszakadt. És hálából megkaptam. Úgy odakapott egy pillanat alatt, hogy csak. Igen. Úgyhogy ez igen. A figyelem fönt fókusz hosszú távon. Egy persze nem szabad azt, hogy ezt átadást, ennek az átadásnak nem szabad megszakadni. Pontosan. És ha megszakít, akkor megkapja a kezedet. Úgy, és igen. Akkor ellenség leszel. Mert ő fölébred abból az álomból, amit te ráküldtél. És az volt az érdekes, hogy elaludtad be a 20 percben, amíg le kellett fognom. Igen, igen. Mert te voltál ő, és akkor pihenj, nyugi. Nyugi van. Fantasztikus dolog ez. Tehát meg lehet érteni a világot. Na, még azért ezt vegyük már végig, ezt az Isha Upanishadot. Ha felismerte, hogy minden létező nem más, mint ő maga, nem gyötri bánat és kétség, ha az egységet ismeri. Igen. Minden egy. És itt van egy nagyon aranyos. Minden bejár az. Az. Így nagy betűvel az az. Az az. Mert ugye két létező van, az ez és az az. Egy felvidéki templomban láttam az ülésre festve, ahol a két teremtő fő volt festve, és az volt odaírva, hogy ez, meg az. És ha itt nálunk megnézed a kápolnában, mi van kírva, hogy ott fönt az van kírva, hogy ez és az. Itt nem látod innen, de hogyha ha fölnézel a toronyba, a stupába, az üveghegyre fölnézel, mert hogy üvegezett a hegy, minden bejár az, ragyogóan tisztán, testetlenül sérthetlen, ronthatatlan, önmagától születő, teljhatalmú, a dolgok rendjét örökre kiszabta. Mi is ez? Mindenható. Minden bejár az. Ez azt jelenti, hogy ez az az, ez valami mindenen áthatoló valami, mert mindenbe tud járni. Ez a teremtő lehet, vagy a Szentlélek. Ugye minden bejár az, de ez a teremtő lehet, mert a két teremtő az ez és az az. Ragyogóan tisztán, testetlenül, az azt jelenti, hogy nem anyagi dologról van szó. Testetlenül. Nem részecske, hanem egy időforrás, ami tömeget kelt maga körül, majd, amikor egy megfelelő struktúrába kezd hókusz-pókuszolni. De magának az időforrásnak nincs tömege, amiből az egész keletkezik. Tehát az Istennek, vagy az Istennek már van. Az időforrásnak már van? Az időforrásnak nincs tömege. Nincs. Görbült időt kell, de nem görbült téridőt. Ja, oké. Tehát ő gömbszerűen terjed, ez a vízelem, már amikor tüzelemmé válik, az úgy történik a tüzelemmé válás, hogy a külső felületén tolja a többiek jelenét, és akkor keletkezik a száluniverzum kezdete, és akkor a száluniverzum már úgy rohan maga előtt, ugye tolja fénysebességgel, hát ugye a múlterjedési sebességgel tolja maga előtt a másik forrásokat, az összes forrás próbálja tolni. Ebből az életben nem lenne teremtés, mert minden széttart. De ilyen létforrás nem egy van, hanem ebből sok van. Mi egyből keletkeztünk, tehát így a dogma is igaz, mert mi egyből keletkeztünk. Az a mi atyánk. A miénk, az a mi atyánk, mert öt atya van, az ötből az egyik. De mind az öt egy, hiszen ezek időurkok, tehát mindegyik ő maga. Nem érti meg, hogy lehet öt, amikor egy, mert így próbál anyagilag próbál gondolkodni. Sőt, ő már hatba gondolkodik, mert azt rakta a koronára, meg sok helyre. Nem, ő ötöt rakott a koronára. Ja, igen. Ötöt rakott az öt korona tetején, ez az öt atya, nem véletlen, jól van az ottan, nagyon jól van. Tehát visszatérve, önmagától születő teljhatalmú. Miért teljhatalmú? Mert ez egy feudalizmus. Na, miért teljhatalmú? Azért, mert mindenható, az egész téridőben hat. Ő az első. És mindenre hat. Minden belőle keletkezik, benne keletkezik, és ezért mindenre hat. De ez rendkívül gyorsan keletkezik. Iszonyú gyorsan. Mi felfogó képességünknek sokszor. Milliárdszorosan, igen, sokkal gyorsabb. Jelenségek, már a száluniverzumra való jelenségek vannak,
fel is fedezte a fizika, aztán lelinkeskedte az egészet, mert nem tudta megmagyarázni. Ott írta, hogy CERN-nek az újságjából olvastam, hogy Loisét tudunk mi, nem fizika, nem értjük a fizikát. Tehát, hogy nem ilyen szépen írta, hanem szépen csúnya. Tehát, hogy mert dühöngött a fizikus, mert lemérték, hogy gyakorlatilag végtelen gyorsan ott van egy információ valahol. Akkor hogy van az E egyenlő M-szer C négyzet? Tehát a C, a fénysebesség, hogy a francba érvényesül. Ott nem érvényesül. Hogy nem? Hiszen az az egyedüli minden fölött álló dogma is. Hát aztán kiderült, hogy maga Einstein fedezte föl az ödeket önni, csak ezt már nem nagyon magyarázzák, mert az Einsteinistáknak a jelentős része már valahol megállt a speciális meg az általános relativitás elméletnek a tarlalásánál, de aztán utána tovább nem nagyon lépett. Ugye az Einstein azért benne volt az amerikai nagy kutatásokban, az atomreaktorban, ugye az atommágiában, az atombombában, akkor arról nem is beszélve, hogy már benne volt azokban sokkal izgalmasabb kutatásokban, amiről már lepróbálták tüntetni, ugye, mert amikor megpróbálták azt a csatahajót eltüntetni, el is tüntették, ugye, és az Eldridge-et eltüntették, az eltűnt, a philadelphiai öbölbe eltűnt, egy gödör maradt helyette, egy hajó alakú gödör. A vízbe. A vízben, úgy van. Tehát ott valami azért kiszorította. Valami kiszorított, de nem látszott semmi belőle. Ja, aztán az is eltűnt. Aztán bajok voltak belőle, aztán visszakerült, előkerült egy idő múlva, de mindenféle bajok keletkeztek. Ez azt jelenti, hogy ők már tudták ezt csinálni kisebbbe, akkoriban. Hát a hajónál még kisebben már működött. Biztos, hogy kisebben jól működött, de a hajónál már nem igazán működött, mert a hajó nagy. És a szinkron problémák. És a szinkron, fázis szinkron problémák kezdtek keletkezni. Tényleg a túlélte két pali, lent a gépházban. A gépházban még megvolt a szinkron. És azok túlélték, egy pali meg a bátyja, ezek ketten voltak, testvérek, katonák, ezen a kísérlet során ezek matrózok voltak a hajón, de lent voltak éppen. Akik fönt voltak a fedélzeten, azok kiestek a szinkronból, és akkor, mit tudom én, bedőltek a hajó, megpróbáltak megtámaszkodni a mondjuk a kabin oldalán, ami acéllemez volt, de idáig belenyúltak az acéllemezbe, meg átestek félig a fedélzeten, ugye a derekáig besüllyedt a fedélzetbe, meg ilyen disznóságok kezdtek keletkezni, hát gondolhatod, hogy milyen érzés az, amikor keresztben van egy páncélemez a hasadba, tehát persze, hogy ebből aztán mindenféle bajok lettek, mert kiesett a szinkronból. Ilyen 6L6-os, vagy milyen csöveket használtak hozzá, ilyen sugártetródákat, valamiket használtak hozzá, ilyen kis lámpácskák, ezek rádiólámpácskák, vagy 2000 darabot, vagy nem tudom, rengeteg sokat, és ezekkel húzgálták a tekercseket, ilyen tekercseket raktak. Tehát késleltették ezeket. Mi? Késleltetés volt ott a tekercs, az késleltetés. Késleltetési effektus volt, meg mindenféle bajok keletkeztek, aszinkronitások. Kicsiben működött, de nagyban már nagyon nem működött. Ez kicsit olyas, mint a számítógép alaplapja, hogy nem lehet 30 centinél magasabb, ha 1 GHz-es. Igen. Van 30 centinél nagyobb, hogyha... Azért nem lehet, mert van egy csoportfutási idő probléma. Számítógép alaplapján mondjuk a címbitek, vagy az adatbitek, ha messzire viszed egy szalagkábellel, hát akkor már nem viheted gigahertzekkel. Mert különböző pillanatban érkezik. Mert ráadásul a szélén, a szalagkábel szélén menő drótokban más sebességgel megy, mint a közepén. Majdnem ugyanaz, mint a csövekben, amikor vezeted az olajat. Ilyen olajvezetékekbe. Mert ugye a csőfala áll, a közepében meg áramlik az olaj. De a csőfala áll, és ott ilyen örvények keletkeznek. És akkor rájöttek arra, hogyha ilyen parányi félgömb alakú gödröket csinálnak a csőfalára belülről, akkor jobb lesz az, kisebb lesz az olajnak a sulódása, mert akkor is áll a fal mellett, csak egy nagy baj van, hogy ott ilyen kis golyos csapásszerű örvények keletkeznek, és akkor sokkal nagyobb tételbe tud elmenni az olaj a csapágyazás miatt. Nem csúszó csapágy, hanem gördülő csapágy lesz belőle, és jobb hatásfokkal lehet. Kisebb szivattyú teljesítmény, nagyon sok pénzt jelent az,
Hát az, mekkora teljesítményű szivattyút kell nyomni, én mindegy Szibériától idáig az olajat. Van súrlódás, az olaj is súrlódik. A közepén nem annyira súrlódik, már ott az atomok egymáshoz is, mert a mellette mindig jobban és jobban állnak az atomok, ugye? Mert a közepén még csak megy, de aztán a fal mellett már áll. És akkor a mennél beljebb mész, annál jobban tud menni, és akkor így működik. De ugyanezt történik a szalagkábeleknél, hogy a címbitek elkezdenek egymáshoz képest késni. Tehát ki kell várni egy redivel, és azt még ráadásul a redit vissza kell adni. És arra nincs információ, hogy ezek milyen kísérletek voltak, ami működött abban az időben? Voltak, amik működtek, de hogy ne lenne, csak eltitkolták nagyon. Tehát ez titkos. Nagyon titkos volt. És akkor azt is mondták, hogy soha többet ilyen kísérletet nem csinálnak, mert ilyen, meg olyan, meg olyan. És akkor, persze nem volt igaz, mert folytatták, csak akkor már figyeltek rá, hogy ki ne szivárogjon. Tehát úgy csinálták a kísérletet, hogy olyan helyen, ahol nem pofászolt el senki semmit, mert azért a Philadelphia-ből azért az eléggé ben volt az életbe. Úgyhogy ott látták, hogy mi történik, meg aztán a kocsmában megjelentek ezek a eltűntek matrózok az időből. Eltűntek. Egyszerűen fizikailag eltűntek. És valahogy egyszer csak kiúztak a partra, vagy nem tudom, mi történt, vagy kijutottak a partra valahogy, és a kocsmákban megjelentek, hogy egy korsosört akart nagyon inni. Pénze is volt, az volt az érdekes, mert a zsebébe lévő pénztárcában volt pénz. Ott érvényes pénz, ugye, mert ez házi kísérlet volt, ugye, otthon csinálták, és akkor tudott is fizetni, de az érdekes, hogy a pénz is eltűnt. Tehát ahogy ő eltűnt, eltűnt a pénz is vele együtt, a pénztárból eltűnt. Nem hamis pénzt adott, érvényes pénzt adott, de az időben el volt csúszva a pénz. Mint hogy a matróz is el volt csúszva. És az volt az érdekes, hogy azzal próbálták magukat oda szinkronizálni, hogy fogd már meg a kezemet egy kicsit, tedd rá a kezedet a kezemre, hogy ameddig megiszom a sört meg a rumot, addig tedd már rá a komám a kezed, jó van, köszönöm, benyomta ezért, kifizette, aztán már el is tűnt. Tehát néha összeverekedtek, akkor is már eltűntek a verekedők, meg ilyen bolondán matrozok voltak, ezek nem egyetemi professzorok voltak, hanem matrozok. És akkor Az lehetséges, hogy a kézfogás is egy kicsit. Ez volt a Philadelphia kísérlet, ezt meg lehet nézegetni. Találtam róla jó leírást, aki jól leírta a Philadelphia kísérletet. Aztán az Aurora volt ennek a folytatása, és ezt is meg is valósították repülőgépekre. Tehát nem a radar, milyen radar, nincs is ott. Tehát a párhuzamos UFO-k azok nem a térbe mennek. Ez az, amit nem értenek meg. Ma kérdezi valami. Igen, az emberi készfogás, tehát ez egy ilyen politesz dolog. Mostanában nagyon erős hatalmi ingerencia van arra, hogy lebeszéljenek a készfogásról. Mindenfélét magyaráznak, hogy miért. De valójában akkor egy készfogás esetében egy kicsit összeszinkronizálódik a két ember? Kicsit egyé válik. Ugye? Igen. Már csak azért is, mert ugye beszéltünk az előbb már róla az EPR paradoxon. Igen, Einstein-Podolsky. Einstein-Podolsky-Rosen. Tehát az 35-ben, vagy mikor publikálták? Így valahogy. Tehát az jóval egyenlő MC-C nézet után volt, sokkal. De az Einstein az nem hagyta abba a fizikát avval, hanem akkor kezdett csak igazán bele. És megértették, egy csomó magyarral dolgozott együtt. Az Amerikai Atomenergia Bizottságban abban az időben, ha minden magyar jelen volt, több volt az 50%-nál. Ugye mit jelent ez, hogy akkor szavazóképesek voltak. és már beszélhettek magyarul egymás között, mert hogy ne erőködjünk itt angolul, nem tudtak igazán jól angolul ezek megtanulni. Legalábbis az ott, amilyek észrevették, hogy ezek magyarok. És ez volt a lényeg, hogy nagyon szépen kutatták ezt a kérdést, az Aurora az már egy későbbi volt, és aztán ezután következik majd a Földön kívülieknek az űrhajóinak a megbeszélése. Innen folytatjuk. Köszönöm a figyelmet!